18 évvel ezelőtt az akkori igazgató Vince Balázs ötlete volt a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó létrehozása. A célja az volt, hogy a régiónak legyen egy olyan táncos művészeti rendezvénye, amelynek során a helybeli közönségnek ne kelljen elutaznia az ország különböző pontjaira, hogy láthassák a kortárs társulatok előadásait, hanem azok jöjjenek ide a pécsi közönséghez megmutatni produkciójukat, mondta Urik Teodóra, a társulat ügyvezetője. A palettánk nagyon színes mindig, nagyon komoly munkával válogatjuk össze, mindig van benne kortárs tánc, van benne néptánc, van benne tematikus tánc, van benne klasszikus balett, tehát mindig úgy kell szemezgessünk, hogy a közönség mindenféle színét láthassa a táncművészet palettájának. A három testőr, avagy a királyné nyakéket című vadonatúj táncjáték előbemutatóját szombaton este tartották. Közös ötlet alapján esett a választás erre a történetre. A táncjáték koreográfusai Újvári Katalin és Molnár Zsolt voltak. Vince Balázs a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó alapító igazgatója, koreográfus rendező alkalmazta színpadra a két felvonásos táncjátékot, melyben nagyszerű a karakterábrázolás, emelte ki Urik Teodóra. Ami azért nagyon izgalmas, mert jövőre lesz 65 éves a Pécsi Balett. És úgy gondolom, hogy van egy fantasztikus örökségünk, amit az együttes gyönyörűen ápol, méghozzá a színház keretein belül történő táncelőadás. Azt, hogy nem csak zseniálisan táncolnak, hanem beszél a testük, és üzen, és történetet tud mesélni. Szóval ettől nagyon különleges a Pécsi Balett, hogy nem csak mozgást látunk, hanem történetet. Az első szempont a közönség. Nincs más szempont. Közönség nélkül nem vagyunk meg, nem élünk. Tehát a dolog nem a magunknak történik. Ez egy közlés, ez egy üzenet. Na most itt nagyon fontos, azon kívül, hogy a táncosok istenien táncolnak olyan tánctechnikával, hogy őrület, tudnak mesélni, tudnak történetet mesélni, nagyszerű a karakterábrázolás. Ez egy közös ötlet volt, mindig leülünk, és kitaláljuk, hogy na most milyen legyen az a következő darab. Az a lényeg, hogy ne ijedjen meg tőle a közönség, ne tartson minket rétegművészetnek. Én azt mondom, hogy ez a darab átdönt egy falat, ezt a bizonyos rétegművészeti győzőjelbe, mert olyan vívó jelenetek vannak benne, hogy én már nem tudom hányadszor látom, de mindig így csinálok, mert annyira izgalmas, és gondolom, hogy a közönség szívét is meg fogja fogni.
Az idén is ötnapos fesztiválon 8 kiváló táncegyüttes legújabb előadásait mutatta be a közönségnek. Ingyenes szabadtéri rendezvények is színesítették a programot a színháztéren. Szeptember 12-e és 16-a között a Pécsi Baletten kívül fellépett a GG Tánc Egerből, a Feledi Projekt, a Sepsi Szentgyörgyi M-Stúdió, a Bozsiki Vettársulat, a PB2 Company, a Magyar Állami Népi Együttes és a Szegedi Kortárs Balett a Pécsi Nemzeti Színházban.